sebességnek a reagáló anyagok koncentrációjától való függését szeretnénk egy picit rendhagyó módon és rendhagyó kísérlettel igazolni. A 9. osztályos tankönyvben ezt a kísérletet, illetve az ehhez hasonló kísérletet nátrium-tioszulfát és sósav reakciójával mutatják be, és ahogy egyre töményebb és töményebb oldatokat reagáltatnak egymással, sokkal a töménységtől függően sokkal hamarabb jelenik meg a reakció lejátszódását jelző kén. Itt ebben a reakcióban azonban most nem ez a reakcióval próbálnánk ebben a kísérletben bemutatni a koncentrációtól való függést, hanem egy nagyon sajátságos reakcióval, méghozzá a metilalkohol égésével. Ugye a metilalkoholt, ha elégetjük, akkor tökéletes égés esetén a fönti leírt reakcióegyenlet alapján reagál, tehát szén-dioxid és víz keletkezik a reakció végtermékeként, és a reakció sebesség pedig a tanultak szerint függ a reagáló anyagok megfelelő hatványú koncentrációjától, tehát a metilalkohol és az oxigén koncentrációjától. A metilalkohol koncentrációja valószínűleg minden palackban ugyanannyi, hiszen ugyanannyi metilalkohol lett belecsöppentve mindegyikbe, azonban az oxigén koncentrációja egyre nagyobb és nagyobb. Ebben a palackban vízzel, vízgőzzel lett kiszorítva az oxigén jelentős része úgy, hogy víz is lett belecsöppentve, és nyilván, ahogy a víz párolog, nő a koncentrációja a levegőben, így kevesebb oxigén marad arányosan a palackban. Ebben a másik palackban még szintén van víz, de már sokkal kevesebb, így valószínűleg az oxigén koncentrációja nagyobb lehet a kisebb vízgőz koncentráció miatt. Ebben a harmadik palackban pedig már csak levegő van a metilalkohol mellett, tehát tulajdonképpen a levegőben, illetve a gázfázisban az elpárolgott metilalkohol mellett lévő gázkeverék minden ötödik molekulája, hiszen a levegőnek kb. 20%-a oxigén, tehát oxigén. A legutolsó palackban viszont a metilalkohol mellé tiszta oxigéngáz lett befúvatva, tehát ott valószínűleg egy sokkal gyorsabb reakcióra számíthatunk. Hát nézzük meg, hogy tényleg milyen sebességgel, milyen gyorsasággal ég el az oxigén koncentráció növekedésével a metilalkohol ezekben a palackokban. Azt hiszem jól látszódott, hogy hát az elég gyorsan és hő keletkezése mellett történt a reakció. Hát ha ez ilyen gyors volt, akkor a többitől már egyre jobban félek én is. Nem is tudom, hogy csináljuk. Talán picit meglazítom. Ebben tehát már egy picit több víz van. Kevesebb víz van, bocsánat, kevesebb víz volt, és láttátok, hogy sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb hőfejlődés közben játszódott le a reakció. Hú, hát nem is tudom a legutolsónál már. Hát, nem szeretnék. Na és a legutolsó. Aki a hanghatásoktól fél, az lehet, hogy okosabb, hogyha... Ujjaj. Hát azt hiszem jól látható volt, hogy az oxigén koncentráció növekedésével nem csak a reakció vált egyre gyorsabbá, hanem egy picit fog meg, mert forró,
a palackok is egyre jobban forvadtak, egyre melegebbek lettek, már meg sem akar állni, szegény annyira sok etilalkohol, bocsánat, etilalkohol kapott. A legutolsó reakció kapcsán talán lehet akkor képzelni, hogy a metilalkohol valószínűleg alkalmas lehet motorhajtó üzemanyagként is, bár a reakció nem annyira exoterm, mint amikor benzint használunk, de nem sokkal kevésbé tér el a égésnek a gyorsasága a benzinétől, így a jövő egyik lehetséges alternatív üzemanyaga lehet, amelynek a kutatásával mostanában egy magyar származású Nobel-díjas, Olán György folytat nagyon komoly kísérleteket.